A Magyar Népművelők Egyesülete 17 évvel ezelőtt indította útjára a kezdeményezést, amelynek célja, hogy minél többen részesei legyenek a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Az Agora közösségei szombaton egésznapos workshopon várták az érdeklődőket. Picit csapkodhatsz is, semmi baj nem lesz belőle. Sokan próbálkoztak elsajátítani az agyagbűves mesterség fortéjait, de népszerű volt a rajztanoda és a Szavária Folt műhely foglalkozása is. Ez egy nagyon precíz és pontos munkát igényel. Hát ehhez nagyon jó szem, nagyon jó kéz kell, de türelem, de nagyon szép dolgokat lehet vele készíteni. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen technikákkal dolgozunk a foltvarázsban, patchworkben. Most itt épp egy halavönös kis terítő készül. Gyors technikával, ez nagyon könnyen megtanulható, és ezt szeretném bemutatni most. Az Agora galériáján a folt műhely alkotásait is meg lehetett tekinteni. A központi helyen található Farkasok című képen az egész csoport együtt dolgozott. Egész évben az Agorában számos szakkör és klub működik. Ezeknek most egy nyitott műhelyt tartunk, így a szombati nap során gyöngyfűzést lehet kipróbálni, bútorfestést, agyagműveskedést, tűzománcozást, repülőmodellező szakkörbe lehet egy kicsit bekukkolni, a foltvarró műhely is kinyitja a kapuit. Legfeljebb 5 fős családi, baráti csoportok jelentkezhettek a délutáni szabadulós játékra. A pánik szobát a Harry Potter fantasy alapján rendezték be a szervezők. Még egyet olvassa. Legyél bátorsnő, csak ámulj, egyformákat összeszámold. A kijutáshoz furfangos feladatokat és leleményes ügyességi próbákat kellett teljesíteni a kalandokra vágyó jelentkezőknek. Este másik helyszínen folytatódott a program immár felnőtteknek. A Szavária Filmszínházban a tavaly elhunyt ismert szombathelyi lemezlovas Neczpál György tiszteletére szerveztek emlékestet sok-sok tánccal, zenével.